Na, sziasztok! Itt szintén egy rendhagyó vlog lesz, itt most ez az első forgalomvált csuklós moduló. És éppen itt vagyunk Nyírpalotai úton a végállomásnál, és úton meg nincs forgalomban addig. És akkor itt vannak az adatai. De majd mindjárt utazni is fogok vele, előbb-utóbb csak el fog indulni vissza. És itt van maga az utastér. És mint ugye láttátok, ezt az Ikarus egyedik állítvét csinálta. Egyébként ezek pótolták volna a 3-as metrót, csak nem készültek el időbe. És egyébként ez egyetlen, amelyik már utasforgalomban is van. És pont ma délelőtt állt a forgalomba először. 12:45-kor ért ide Nyírpalotára, mint ugye a Nyírpalotai útra. És szerintem egy olyan 10 percen belül indul is vissza. El is megyek vele valameddig, és majd lesz videó arról is. Egyébként van itt már egy érdeklődés, rengetegen fotózzák, videózzák. Fülkét nem mutatom nektek. 13-2-kor fog indulni vissza, úgy látom. És így néz ki kívülről. Látszik a 7-es viszonylaton van, és 13-02-kor fog menni. Hello!
Bátor utca. Következő megálló Herend utca. Következő megálló. Fonyúr utca, Sáfrány utca. Fonyúr utca, Sáfrány utca. Következő megálló Albert Falva vasútállomás. Végállomás. Milyen jó fényképezel le te a buszon? Nem is voltál rajta. Ki nem volt rá, most álltam le, itt fényképezett le. Csak kérdezem, milyen jó És akkor indulunk. Gondolom, hogy nem merül le az aksim, addig még
megmutatom itt a buszt is. Na igen, most indultunk el Albert falváról. Mondtad, hogy nekem kötelező egy Albert falva is nincs megcsinálni egy videóba, ha erre járok. A következő megálló Fornyúr utca, Sáfrán utca. Én már új palotáig nem fogok elmenni, csak a mostját éljük. Ja, hát az a több célú. Amit viszont az a fura, hogy a ketté van választva. De jó, praktikus, mert itt ebben két hely is van neki. Hát pont két babakocsinak van itt hely. Igen, de mozgássérültől is kettő. Hát, a, hát két mozgássérül, két babakocsért az azért a... Azért van kettő. Több célú kéne. Azért van itt szétosztva, hogy osztozzanak egymáshoz. Az lehet. Mondjuk nem tudom, szerintem ide jobb lett volna ülőhelyeket teszek, nem? Ide nem tudom, hát olyan... Hát ide még egy ülésbe félt volna. Igen. Csak egy videóban is látszódjon. Szerintem pont jó így, mert igazából így pont tényleg elosztik az halányra. Azt nem tudom, hogy szerintem milyen fajta a klímája, mert ebben nem termoklíma szerintem, ez nem úgy nézik. Passzom. Lehet, hogy ebben fűtöm, hogy több. A következő megálló, Nyílvánc. Az valószínű, hogy mostanában inkább ez a... Az a baj, látom, hogy elég nehezen tudtál megoldani a fűtést, hogy sok hősüg elszik benne. Azt nem értem, hogy sima radiátorokat miért nem tesznek bele. Most tudom, egyben a klíma vagy a levegőszető, nem? Hát, szerintem ez nem klíma, ez csak a légjavító. Igen, szerintem. És néha megy, néha nem. Miért kapcsolja? A gondok úgy van, mint a Volvo-ban, amikor kinyitják az ajtót, akkor kikapcsol. Nem, viszont egész jól lehet látni az utastelet. Következő megálló Csongói út. Videóra lesz utastérre. Most hogy csak én is benne legyek itt utastérre. Én is itt vagyunk. Ja, hát, ja, Zoli is itt van. Vagyunk még egy pár, akik csak a busz miatt jöttek. Nektek van YouTube csatornátok? Neked van YouTube csatornád? Reklám. Ja. Bemondod, akkor meg is osztom a videó oldalat. YouTube csatorna nevét, vagy mit? Hát, hogyha nevét, hát kiírom, és akkor majd belinkelem. Még az az érdekes, hogy ennek a gyártója nem a Mabi Busz Kft., hanem Ikarus Egyedi. Ikarus Egyedi, ez igaz, Ikarus Egyedi. Tehát akkor ez nem is Mabi Busz, igen. Akkor. Ez nem. És akkor az kigyált, akkor ez... Nem tudom, de... Hát ezt Mátyásföldön csinálták az Ikarus Egyedinél. Ez az nem Kelenföldön? Ja nem, tényleg mi ez? Nem, ez úgy, hát jó, a Kelenföldön adták össze, de jó, igen. Igen, de a Kelenföld és Kőbányai moduló keveréke. Az ajtó, itt a Kőbánya. Mert a indítása ez az egy piros. Ebből azért rendeltek 180-at, mert ezzel kellett volna a metódot pótolni, csak nem készültek el addigra. Na igen. Meg a volánusz sem. 5 darab készült, de azt eljött. Hát igen, és csak egy van forgalomban. Hát még, mert most írták, hogy ez még csak teszt jellegű állítólag. Igen, én is megláttam, én nem is tudtam, hogy ma ki volt, ki lesz. Uh-huh. Hát én éppen... Megláttam most... Ki volt a Facebookon valami, az ennyi. Megláttam, mert ez én... Egyébként nem volt beharangozva. Hanem azt, hogy egyszer vagy apa is buszvezett, ő városrészi buszvezett, és akkor mentem a buszra, és egyszer csak ott volt a másik irányba, mondom, nem hiszem, mert tegnap még Kelenföldön álltak a garázson. Hogy lehet, hogy forgalom van? Erre egyben jöttem is, és tudtam, hogy ilyen fura rendszámmal van a menetrendben, ugye? Igen, megláttam, mondom, Tátra kerültél, mondom, villamosként van analizálva. Nem, valami N. Nem, valami N, de valami néven volt a futárban, de... De miért? Hát nem tudom, gondolom, mi nem megviselhetek meg. Nem tudták, rendesen, de... Kerestem rendszám alapján, hogy a PNP 911-et írtak, hogy az, de úgy nem volt meg, de hetesen elkerestem a buszokra, és akkor ez az egy volt, ami ilyen enna akár. Azt nem értem, hogy miért 2017-ben gyártották. Hát, nem most gyártották?
2017-ben kezdték el? Mikor rakták össze? Mikor lett kész? Én nem azt írják ki, amikor teljesen készen volt. Nem értem. Úgy azt nem értem, hogy itt teletettek ilyen állóhelyekkel, meg babakocsisekkel. Hátul meg egy csücs oda van négyeshez, oda szerintem kellene egy. Igen, még sok busznál van így, meg ez típusonként az eltérő, de... És vannak olyan buszok, ahol van hátul, is több célú fél. Persze, a Volvo-kon van. Hát csak olyan a szerzetteknél általában. Ott, azokon szokott lenni a Volvo-kon meg. Amiket még szoktam bírni, ezek a nagyon alacsony, de kirakott leszállási jelzők, és az a pont ilyen magasságban a vészjelző van. Igen, a Volvo-ban van. Ez a Volvo-ban is sokszor így van. A következő megálló Szent Imre kút. Hogy ilyen nézzét, hogy az óvodások, amiket ezek leszállási jelzőre, körülbelül ilyen ennyire kell, hogy volt őnek nyom. Igen, de amúgy a modulokban ezekben is olyan, hogy külön meg kell nyomni egy gombot, hogy kioldjon a vészjelző, vagy ebben csak ameddig nyomod. Nem tudom, én még nem próbáltam ki, hogy szeretném. Tegnap voltatok a nyílt napon? Én nem, én kossán voltam a játékbarátért. Én is voltam. Azt a kicsia, meg egy kúkolni 41-est. Na pedig 170 km van benne. De is itt látszik, hogy az utolsó ICI napon is ott volt, amikor megvagyott, hogy utoljára még gonzol a 41-esen. Hát az ott most is ment. Volt meg azt tudtad, hogy átcsoportosultak, hogy most a modulok nem a 21-esen járnak, hanem az őrs vezetele felé, 31-es ilyenek, és a PKN-es verzik jöttek a modulok helyére. Az őrsre, de ott lakok az őrsre, nem látom ott még modulót. De ezt tegnapon képzeld el, a 21-esen csak PKN-es lencük jártak meg, 21 a. Azt láttam most is a futáron, hogy van a 21-esen PKN-es. Nem tudom, hogy ma hogy van, de tegnap majd az összesen. Viszont a MPO 001 az még az nap is stabilan tartja a helyét a 744-esen. Melyik MPO 001? MPO 001. Az utas térjét csinálni. Ha akartok képet arról, hogy Mercedes Volvo moduló, akkor lassan hegyezzétek a gépeket. Mint a Mercedes. Jó, Mercedes. Több járom van arra.